A Gárdonyi házhoz érkezik meg a kis csapat hatodik osztályos, hogy az író könyvtárával, tárgyaival ismerkedjen meg. Nagyon-nagyon sok könyve van. Mit gondoltok ez itt? Hány ezer könyv lett? Három. Három? Te azt mondod 3000? Ki van más? 5000-re tippelsz? A helyes szám 3333, ennyi könyve volt Gárdonyinak. Néztek ősnyomtatvány kéziratokat a gyerekek. Ők egy 6 héten keresztül tartó olvasótábor részesei, az egri csillagokat dolgozzák föl másként. Szeretem Gárdonyinak az írásait, és nagyon sok könyvet olvastam már, amit ő írt. Az egri csillagokat most kezdtem el idén olvasni. Hatodik osztályosoknak hirdeti meg a Dobó István Vármúzeum 3. éve a tábort. A diákok nem csak az egri csillagokat olvassák el, hanem azt is megtudhatják, hogyan éltek a regény hősei a 16. században. Eljátszhatják az ostrom eseményeit, vívhatnak, kémkedhetnek eger oroszlányai között, elkészíthetik Bornemissza valamelyik találmányát. Testvérem is volt 2 évvel ezelőtt, és neki is nagyon tetszett, és gondoltam, hogy én is megpróbálom, és így biztos könnyebb is kiolvasni a könyvet, mint egyedül 500 oldalt. Az egri csillagok egyik újszerű feldolgozási formája, hogy mindenki valaki bőrébe bújik, olyan személyébe, aki élhetett akkor, de nem szerepel a regényben. A szervezők szerint így az ő történetükké is válik a regény. Éva a várvédőnők közé képzelte magát. Amikor az egri vár védelmére siettek az egri nők, az nekem egy kedvenc részem, és abból merítettem ezt az ötletet, hogy ha én is ott lennék, akkor én is védeném a várat. Az olvasótábor múzeumpedagógiai nívódíjat kapott az Országos Múzeumpedagógiai Évnyitón. Az újszerűsége, az újszerű módszerek miatt, az olvasás népszerűsítése miatt, és amiatt, hogy a gyerekek egy drámajátékon keresztül ismerhetik meg ezt a regényt, és így részeseivé válhatnak ennek a történetnek, ennek a regénynek. A regényt részletekben olvassák el, hetente más-más részt dolgoznak fel belőle. Olvasónaplót és titkosnaplót készítenek. A tábort egy előadással zárják le, erre a családtagokat is meghívják.